Még anyatejjel táplálkozik az egyhetes üszőborjú a Nyíregyházi állatparkban. Az amerikai bölénybébi 9 hónapnyi vemhesség után jött világra. Ezt a szerencsésebbek akár láthatták is, hiszen itt, ebben a kifutóban született a kisborjú. A tavaszi és nyári időszak azért is varázslatos a Nyíregyházi állatparkban, mert konkrétan a látogatók előtt jönnek sorra napvilágra az apróságok. Az amerikai bölénycsapatban is most már egy kis borjúval gazdagodott a gyűjteményünk, hiszen az egyhetes kis állat, az üszőborjú a látogatók előtt született. Az apróság másfél órával a születése után már lábra is állt, és ilyenkor még főtáplálék az anyatej, de később a szálas takarmányt is elkezdi fogyasztani. A bébin ugyan még nem látszik, de az amerikai bölények Észak-Amerika legnagyobb szárazföldi emlősének számítanak. A hímegyed akár egy tonnát is nyomhat. Itt a Nyíregyházi állatparkban egy bikából és két tehénből áll a tenyész család. Közéjük érkezett az új jövevény. A Nyíregyházi állatparkban élő tenyészpárunk igen sikeres, hiszen minden esztendőben van kis állatunk, de mindenki más-más tulajdonsággal rendelkezik. Az idei kis hölgy azonban nagyon vagány temperamentumú, állandóan térképezi fel a területet, és nagyon érdekes, hogy még csak egy hetes, de már sokszor el szokott a csordától távolodni, és figyeli a különféle területeket. Ő egy titok pedig, hogy hamarosan játszótárs fog remélhetőleg születni hozzá. A másik vemhes nőstény is hamarosan anyai örömök elé néz tehát. Az amerikai bölények egyébként társas állatok. Egykor 100 000-es csordákban vándoroltak a prériken. Állományuk elérhette az 50 millió egyedet is. A faj az emberi pusztításnak köszönhetően a 19. században a kihalás szélére sodródott. Túlélésüket az 1905-ben megalakult Amerikai Bölényvédelmi Társaságnak köszönhetik. Ma állományuk, mely főként nemzeti parkokba szorult vissza, 50 000-re tehető, s ezzel úgy tűnik, biztosítva van a faj fennmaradása.